Sziasztok! Én Roland vagyok. Ebben a videóban elmutatjuk, hogy hogyan végezzünk el teljes felújítást a Wieland TurboTech Pro fali gázkazánunkon. Mivel hogy jár le a gázkazánunk hivatalos 2 éves ellenőrzése, és ez a gázkazán 13 éve üzemel. Gondolhatjuk, hogy ez az idő alatt teli van mocsokkal, porral és lerakódással. És ez nagyon rontja a hatásfokát szegénykének. Darabokra szereljük a gázkazánt, és minden egyes alkatrészt megpucolunk és ellenőrzünk. Összerakjuk és kipróbáljuk a kazánt. Természetesen, miután helyére került a gázkazán, céggel elvégeztetjük a hivatalos 2 éves ellenőrzést. Ezen a képen látható a kazán felépítése. Az alkatrészekkel a következőképpen jártunk el. A ventilátort levegőkompresszorral portalanítjuk, kimossuk, ecsettel és vízzel a palettákra ügyelve, hogy ne kerüljön víz se a tekercsre, sem a golyós csapágyakra. A primer hőcserélőt, a szekunder melegvizes hőcserélőt és az összes összekötőcsövet erős vízkőoldó és lerakódásoldó tisztítószerrel tisztára pucolunk. A szivattyú forgó részt szétbontjuk, erős tisztítószerrel megpucoljuk. Az összes víz részhez tartozó alkatrészt, csövet, pompakartust, váltószelepet, motoros váltószelepet, töltőcsapot, idomokat vízkőoldó szerbe be lehet áztatni mindaddig, ameddig tisztára nem pucoljuk. Az égőt kompresszorral kifújjuk és tetejét, ahol bejön a gáz, részt drótkefével lepucoljuk. A levegő nyomás érzékelőn, a gázszelepen és az elektronika dobozon csak külső tisztítást végzünk. A lángőr és gyújtó elektródát részt drótkefével megpucoljuk, ugye. A víznyomás érzékelőt külsőleg letisztítjuk és leellenőrizzük, hogy a víz részen a lyuk ne legyen bedugulva a mocsoktól. Miután az összes alkatrész megvan pucolva, nekiállunk az összeszerelésnek, amit a következő képen fogok elmutatni nektek, szóval kezdjük is neki a videónak.
És most akkor jön egy kis videó a kazán teszteléséről. Nos, köszönjük, hogy itt voltatok és megnéztetek minket ebben a részben is. Tartsatok velünk a következő tartalmunkban is. Sziasztok!